lőszer, ami még kimondottan T2, a Quake, ez egy sokkal kisebb hatótávolságú lőszer. Ha ezt megnézzük, akkor látjuk, még az MP-nél is súlyosabb range penalty-t ad, tehát 75%-kal csökkenti az optimál range-ünket, és a trackingünk is romlani fog. Viszont ha így megnézzük, akkor azt mondja, hogy az optimál range-ünk az mindössze 21 km.
távol maradni a blasteres hajótól, kihasználva a sebességbeli előnyünket, már csak azért is, mert ha megnézzük, körülbelül azonos a rate of fire a két hajón, egy nagyon picivel gyorsabban tüzel az autókanon, viszont nagyon nagy a különbség a damage modifierbe, ami azt jelenti, hogy összehasonlítva a blaster, hogyha range-en van, ha közel tud jönni, akkor sokkal-sokkal nagyobb damage-et fog kiosztani, mint az autókanon, és ezt ezzel kell kompenzálni, hogy távol maradunk tőle. Másik dolog, amit mindenképpen el kell mondani az autókanonokról úgy általában, ez mindkét fegyvertípusra igaz, az, hogy elég nagy előnye minden projectile fegyvernek, hogy a tüzelése nem igényel kapacitort, tehát a fegyverek elsütése nem fogyasztja a hajó energiát.